Jézus a világító torony, János 8 óra 12 perc. Kezdje utazását kikötői öbölből a tengerbe a szikla szaggatott széle előtt. Fénye mindig világít nekünk, minden ébrenlétben. Ha dühös hullámok megijesztenek, indulj el az ő fényében. Hajó a partra, ő tartja a pontszámot a rossz és a helyes között. Rámutat, ha veszély fenyeget, és a szépség ugyanúgy. Tárt karokkal kínál nekünk menedéket ezektől a hullámoktól. Ne féljen, ha tudatában van az előttünk álló veszélynek. A jövőd fényben van, úgyhogy próbálj meg nem csúszni, csak hagyd, hogy a lelked táplálkozzon. Az élet ködén át megragadja a csuklódat, nem kell sietned. Ha nem látsz, higgy benned, hogy elérd a biztos biztonságot. Szeretete fenséges, és mindig ragyog, minden tengeri hajóért. Léteznek szaggatott sziklák, ezért számítson arra, hogy a turnés jelt vízt A-tól Z-ig navigáljon. Az idő homokján Isten áll, egyetlen kis hajót sem hagynak figyelmen kívül. Oda fog vezetni, mert törődik, értünk ő imád. Hozz minden jót, hogy az elültetett magvak varjanak mások győzedelmeskednének. Aztán viszály nélkül, ő ítéli meg az életet, természetesen a vitorlázást választottuk. Egyes kapitányoknak nem sikerül, a hajóik egyszerűen nem bírják, ne használjuk a jó könyvet iránytűnek. Túl büszkék a bolondok, elsüllyednek az ékszerekkel, és megfulladnak az ő fénye előtt. Minden hajónak van egy kapitánya, minden kapitány megtervez egy pályát. Nyomban van, mögötte elvisz azokra az aranypartokra. Jó irány, vitorla a tökéletességre, az Atyaisten a széled. Kövesd a fiút, az számít, amit tettél a végén. Mep, mép. Peace.